Thank you.
nevezte őt az anyja, mielőtt fogadtatott. Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák a szolgát. Így parancsoljak és hatunk törvényét. Minden első születő gyermek az Úrnak legyen szentelve. Volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű, igaz és Isten félő ember. Kinyilatkoztatást kapott a Szent Lélektől, hogy nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr törvényét. A lélek ösztönzésére a templomban. Mikor a gyermekét bevitték szülei, hogy a törvény rendelése szerint tegyenek vele, karjába vette, és e szavakkal állott az Isten. Jerusalem, 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 Jerusalem,
uralkodásának 15. évében történt. Akkor hangzott el az Úr szava Jánosnak, Zakariás fiához a pusztában. Bejárta a Jordán egész vidékét, és bűnbánati keresztséget hirdetett a bűnök bocsánatára, amint Izaiás beszédei könyvében olvas. Tartsatok imádat! Tartsatok imádat! A pusztában kiáltunk, hogy vagyok. Tartsatok imádat! Egyenyességet az úrösvényeink. Tartsatok imádat! Készítsétek el az útját. Tartsatok imádat!
ez egy ilyen, amit én értem, megmondja azt. Mert mit ír az ember? Az egész világon megnyugis magának, de a lelked rájöttel jön. Bizony mondom nektek, aki szégyel engem, visszahajlott az emberek előtt, azt az emberekre is szégyelni fogja, amikor eljön atyának, és szemben a dicsőségében. Mondom nektek, közöltek néhány nem hallgatni, amíg nem Jézus még beszélt,
és vele adta meg. Aki elárulta őt, jeltadott nekik, megragadták tehát és a főpap házába vitték. A főpapok a helyekkel és az egész főtanácsal, kora reggel tanácsot tartottak, aztán megkötözték Jézust, majd elvezették és átadták Pilátusnak. Pilátus, mivel elejét akart tenni a népnek, elbocsátott a kezükkel Barabbást, Jézus pedig megmostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.
Engedj el, még nem mentem fel a te házába, de te most menj és vigyél ő testvéreinek. Én most elmegyek az én atyámhoz és a ti atyámhoz, az én Istenemhez és a ti Istenemhez.